Sziasztok! Üdvözlök ma este mindenkit. Chong Enszúnyim tegnap, amikor mondta, hogy ma este bevezetőt én fogom tartani, hát a gyomrom rendesen összeugrott. Sokat gondolkoztam, hogy miről is beszélhetnék nektek, és mert hogy ezen a hétvégén elég sok most itt a kezdő gyakorló, ezért egy számomra is egyszerűbb témát választottam, és a saját tapasztalataimról fogok egy kicsit beszélni nektek, az elmúlt 6 év tapasztalatairól. Hát, ha ez nektek egy picit megkönnyíti majd a zen utatokat. Először a zennel 6 éve szeptemberben találkoztam a Budapesti Zen Központban. Akkor vittek fel először másik gyakorló barátaim, Chong Enszúnyim apáthoz. És az első találkozás egy nagyon érdekes élmény volt számomra, egyáltalán nem volt mondható jónak. Tehát amikor először leültem, ez úgy nézett ki, hogy fél órával előbb kellett oda mennem, hogy picit beszélgessünk az apáttal, és megkérdezte tőlem, hogy mi a zen. Hát fogalmam nincs, hogy mi, gőzem sincs. Azt mondja, az jó. És hogy akkor, hogy miért vagyok itt? Fogalmam nincs. Azt mondták, hogy ez jó lesz, úgyhogy jöjjek. Jöttem. Azt mondta, hogy ez jó. És hogy olvastam-e valamit az erről már? Semmit. Tényleg fogalmam nincs. És erre azt mondta, és azt mondta, hogy ez is jó, csak így tovább. Egy szavát nem értettem, hogy miről beszél. De mi jó ebben, hogy fogalmam nincs, hogy miért vagyok ott, és hogy mi ez az egész? És ezt követte egy pár perces beszéd, majd befutottak a többiek, a gyakorlók, és elkezdődött az esti gyakorlás, amit én egy előszivatásként éltem meg. De először is mindenféle hablaty nyelven kellett énekelgetnem. Sose voltam egy nagy énekes, nem is szerettem soha énekelni, és ott, hát aztán végén kiderült, hogy kórajul mindenféle énekeket kellett énekelnem, és megfájdult a fejem, közben egyáltalán nem élveztem, volt minden bajom. Majdan, amikor ennek vége lett, le kellett ülni törökülésbe, vagy ahogy akartam, csak üljek le, tegyem ide a kezemet valahogy, és üljek és nézzek egy pontot lefelé, és majd csengőre be kell mennem egy szobába, és akkor majd ott történik valami. Hát leültem, körülbelül 5 perc múlva enyhe idegzsába fogott el, hogy most én mit keresek, mert kezd fájni a lábam, fáj a fejem, lehet most fel kéne állni, és haza kéne menni azonnal. De valamiért ezt nem tettem meg. És megszólalt a csengő. Bementem Chong Enszúnyim apáthoz, és hát ott folytatta a kérdezősködést. Olyan dolgokat kérdezgetett, hogy honnan jöttem, hova megyek, ki vagyok én, ki voltam. Miért akar kiukadni? Fogalmam nem volt ott, hogy miről beszél, és kb. Ennyi is lett a vége. Semmire nem tudtam válaszolni, aztán adott egy könyvet, mondta, hogy ezt olvassam, és már meg lesznek benne ezekre a kérdésekre a válaszok. És utána vissza kellett ülnöm ugyanabba a pozícióba, amit már addig se szerettem, és utána se kedveltem magam maradék 3x, 2x, 30 vagy 40 percben. Majd, amikor az egész gyakorlásnak vége lett, akkor kimentem az utcára, és valamit éreztem. Valamit éreztem, amit ott fent egyáltalán nem. Ott fent kín, szenvedés, minden bajom volt, hülyeségeket kérdeztek tőlem, itt olyan emberek voltak, olyanokat csináltak, amit én amúgy se akartam volna, meg énekelni kellett mindenféle nyelven, és így nem, de hogy kiléptem az utcára, éreztem valamit, valamit, amitől azonnal tudtam, hogy nekem jövét szerdán, de vissza kell jönnöm. És így is lett. Visszamentem egy héttel később szerdán, ugyanez a tortúra várt természetesen, csak azzal kiegészítve, hogy Chong Enszúnyim azt mondta, hogy épülként Pilisben egy templom. Menjek ki, hogyha szeretnék, nézzem meg, segítsek.
Hát én azon a kapkodtam az alkalmon, holott hagy hangsúlyozzam, hogy nem tetszett, amit ott velem ott csináltattak. És rögtön egy hétre kijöttem. Hát az egy hét az úgy zajlott, hogy reggel 5-kor kellett kelnem. 108-at kellett reggel borulnom. Megint mindenféle hablatnyelveket énekelnem, és 40 percet ülnöm, majd dolgoznom keményen egész nap, és este megint éneklés, meditáció, és villámgyors alvás, mert alig vártam, hogy ágyba kerüljek. Nem kell ezt se részleteznem, hogy hogy éreztem magamat, ezt szombati napon mentem ki, szerdán ott ültem, soha nem fogom elfelejteni, az úton a téglaházat néztem, ahol a fiúk alszanak, és mit keresek én itt? Nem értettem. És az egy hét után hazamentem, és egy olyat tapasztaltam, ami nagyon megváltoztatta egy ideig az életemet. Valahogy igyekszem pontosan fogalmazni, egy-két hétre egy olyan szamádi állapotba kerültem, ami úgy tűnt, mint a sértetetlen lenne. Tehát egy ilyen, mint egy burok lenne körülöttem. Bárki bármit mondhatott, minden lepattant rólam. Mindig jó kedvem volt. És nem lehetett egyszerűen ezzel mit kezdeni. És azt hittem, hogy hát ez így marad. Hát akkor én most aztán én valamit itt történt. Hát ez tök jó. Akkor már minek gyakorolni? Nem is gyakoroltam. Nem is volt időm meg, minek persze, hát olyan masszív erősök, hogy ihaj, csuhaj, ezt már nem is kell csinálni. Majd néha kijövök, hazamegyek, ez marad, tök jó. Két hét eltelt, és hát hagynem mondjam, hogy ez a nagy sértetetlenség, ez elment, és azóta se jött vissza. De az azt követő két évem arról szólt, hogy akármikor jöttem ide ki, mindig azért jöttem ki, hogy ezt megkapjam, ezt visszaszerezzem valahogy. Voltam kisebb elvonulásokon, segítettem a templomot építeni. Mindent megtettem azért, hogy újra ezt érezzem, és soha nem jött vissza. Majd a nem egészen 2-3 évvel ezelőtt rájöttem arra, hogy az az állapot, az ugyanannyira volt valós, mint bármelyik negatív része az életemnek. Tehát ugyanúgy elmúlt, ugyanúgy megjelent, majdan elmúlt, mint bármelyik negatív élményem, rossz hozzáállásom, vagy éppen egy olyan rossz dolog, ami például párkapcsolatban történik, zenével történik, vagy bármivel éppen foglalkozom. És akkor jöttem rá, hogy igazából ez a jó és a rossz dolog, ez tehát a jó és a rossz dolgok, azok egymást rotálva közlekednek az életemben, megállás nélkül. Mikor erre rájöttem, teljesen másképp éltem meg a jót is, és a rosszat is. Egyikhez sem nyúltam oda, és rántottam magamhoz. Egyikhez sem próbáltam ragaszkodni, egyikhez sem próbáltam együtt maradni. Mindegyiket megéltem addig a pillanatig, ameddig úgy éreztem, hogy meg kell élnem, aztán elengedtem. Volt egy másik élményem a gyakorlással kapcsolatban, amit úgy érzem, hogy érdemes elmondani. Még az első egy-két évben volt reggeli gyakorlatként, ahogy már mondtam, ott 108-at kell borulni. 108-at kellett borulni reggelente. És ugyanúgy álltam a boruláshoz, ahogy a zen gyakorláshoz is. Nem olvastam utána, és nem is érdekelt, úgymond, hogy miért kell 108-at borulni. És egyszer egy jó barátom nagyon élesen megjegyezte, hogy igazából egy végrehajtó vagyok, azt sem tudom, hogy mit csinálok, akkor miért csinálom. És én azt hittem, elkezdtem gondolkozni, hát itt valamit nem stimmel, akkor itt biztos, akkor valamit rosszul csinálok. És addig pörgettem magamat, amíg megkérdeztem Csongán szunimat, hogy elmeséltem neki ezt a sztorit, és megkérdeztem, hogy most akkor én ezt rosszul csinálom. És
A válaszban benne volt minden, ami az összes gyakorláshoz, a hozzáállásomat úgymond picit kifinomította. Azt válaszolta Csongászúny merre, hogy ha most elmondom, hogy a 108, miért 108, jobban fogsz borulni, a formát jobban fogod csinálni? Hát természetesen válaszom az volt, hogy nem. Hát miért csinálnám jobban? Attól, hogy tudom, hogy mit jelent a 108, illetve hogy miért 108. És végül ennyiben maradtunk, és nem is mondta el, azóta persze már kiderült pár évvel ezelőtt, de teljesen mindegy. Hát az, hogyha a gyakorlat hátterét, hogy hány ezer mester ült már így, vagy hogy miért 108 a 108, az nem fog a gyakorlatokon segíteni. Minél többet akartok tudni egy adott gyakorlatról, szerintem annál több elvárásatok lesz a gyakorlattal szemben, annál többet vártok majd tőle. Csak gyakoroljátok, a formát itt megkapjátok, csak gyakorolnotok kell csinálni, és a hatás az magával, az a gyakorlattal jön. Tavalyi évben, azaz 2012-ben voltam elég sok elvonuláson itt a Wong Wangsa-ban. 3-4, ez az elég sok, ez kb. 3-4-et jelent, amit ténylegesen elvonulás volt, tehát nem dolgozni jöttem ki, vagy zenét írni, vagy nyaralni, vagy mit tudom én, hanem ténylegesen elvonulni. Ez 3-4-5 napos elvonulásokat jelent. És az utolsó előtti októberi elvonulásnál úgy éreztem, mintha megszakadt volna bennem valami. Valami tapasztaltam, amiről nem tudtam, hogy micsoda, és hát teljesen kiborított, egy 15-16 éves élettapasztalatot, életutat így forgatott át teljes mértékben. Én 10 éves koromot a zenével foglalkozom, ezt itt sokan tudjátok, de azért most azért mondom el, hogy kerek legyen a sztori, és ezt a 10, most 31 vagyok, akkor az 17, 18 18 éves munkámat és hitemet egy gyakorlat folyamán saját magam rengettem meg. Ezt senkinek nem sikerült addig. Hiába mondott bárki bármit, nem. Tehát nekem ezt kellett csinálnom, és ezt csináltam. És ez valamiért, ez megrengette ezt a hitemet és hozzáállásomat. És akkor egy-két héten belül döntöttem arról, hogy idén, azaz 2013. januártól márciusig bejövök Wong Fangsa-ba a téli 90 napos elvonulásra. Hát hogy nem mondjam, hogy akárhány éve is gyakoroltam, ettől az elvonulástól is vártam dolgokat, természetesen. A megvilágosodás szó az talán azért elég erős lenne, de azért voltak elképzelésem, hogy fogok majd innen kimenni, mennyi mindent fogok majd innen kivinni. És mennyivel majd biztos majd így azért több leszek. És telt múlt a 90 nap, és itt most Dokeszonynak hagyj köszönjem meg, hogy életben tartott az ő segítségevel azért. Hát ha ő nincs, akkor lehet, hogy nem tudom végigcsinálni. De végigcsináltam, és egy nagyon fontos dolgot tanultam meg a 90 nap alatt, hogy ez a gyakorlat, amikor ülsz a fallal szemben, ez nem arról szól, hogy te bármit felszedjél magadra, vagy bármit te elvigyél. Amit úgy hiszel, hogy elviszed, azt csak úgy hiszed, hogy elviszed. De igazából itt hagysz dolgokat. Elkezded magadról lehántani azokat a rétegeket, amiket kintről behozol. És ezt nálam hétről hétre, hónapról hónapra ezt éreztem, ahogy egyre mélyebbre, mélyebbre mentem, és egyre olyan rétegeket értem el, amik hétköznapokban eszembe is jutott soha, hogy ilyen bennem van. És ez teljesen mindegy, hogy pozitív vagy negatív, a felesleges, úgymond köpenyeket, ruhákat és rétegeket a fallal szemben üléssel szépen kotrod le magadról. Hogy a lélegzetedet figyeled, vagy felteszed a kérdést, hogy mi vagyok én, vagy mi ez, vagy mi gondolkodik,
vagy mantrázol megállás nélkül. Teljesen mindegy. Nem vittem el innen igazából semmit, de mégis minden más lett kint. Teljesen másképp láttam mindent a hétköznapokban, és sokkal kristálytisztábbá vált minden. Sokkal tisztábban láttam mindent. Azt hiszem úgy szokták ezt mondani, hogy a felhőket oszlatott fel, a nap egyre világosabban süti be a teret, amit látsz. Ezek a felhők, ezek a rétegek, amik benned vannak. És a meditációval ezek a rétegek szépen, ezek a felhők lassanként feloszlanak, és egyre tisztábban látod a körülötted levő teret, magadat, az életedet, hogy mit kell csinálni, és a társaidat, az emberekkel, akikkel kapcsolatban vagy. És szerintem ez a legfontosabb része, az egyik legfontosabb részenek a gyakorlásnak az utolsó példa, amit mondtam, hogy akikkel együtt vagy, akikkel társas kapcsolatban vagy elsősorban, azokkal sokkal tisztábban látod a jövődet, a jelendet, és úgy egyáltalán mindent. Szeretettel köszöntöm a tér, hang és tudat visszavonulás résztvevőit, és megköszönöm Gyurinak az igen értékes bevezetőjét, hogy ennyire mély és negatív hatással lettem volna rá a legelején. Ez külön szakmai kielégülés. Illetve az, hogy itt van. Mert az egy dolog, hogy az ember ugye elkapja a gép szíját, ugye? De az, hogy aztán van valami, ami visszahozza, azért ez egy nagyon nagy dolog. És hidd el, higgyétek el, hogy lehet az apát a legalkalmazkodóbb, és a leglágyabb, és a legfelhasználó barátabb, nem az hozza vissza a tanítványt. Hanem körülbelül az, a tapasztalat sorozat, amin mindenki keresztül mehet, hogyha a zen tényleg neki való, és így rezonál a lelke rá. Mert ezek a tapasztalatok ugyan sokban elősegítődhetnek a tanító, a tanítás és a tanítványi közösség által, de ezek a tieid. Ezeket nem kapod valakitől, vagy valakiktől. De a három legértékesebb nélkül nem menne. Tehát mégiscsak el kellett jönnie valahova, ahol ilyen kényelmetlen pozícióban ült. Egyszer egy napot, aztán hármat, aztán hetet, etett egy pár év, és így ötösbe kapcsolt, és a 90-es egy strandlabdán végignyomta. Vagy hokedlin. És azért az nagyon nagy dolog. És azért mondom, tehát aki így tud ülni lótuszkában, mint a többségetek, az nagyon szép és nagyon jó. De aki valami miatt széken vagy egyéb segédeszközzel tolja végig, annak kétszeres, háromszoros erőfeszítés. És végül, amit hallottál, az a legfontosabb, hogy itt te ne akarj elérni semmit. Inkább hánysd le magadról, amíg azt is, amit ide hoztál. És akkor valami felfénylik esetleg benned, ami valahol igazi énünk szövétneke és világa, és felcsillanhat az a tükörszerű tiszta tudat, amiről ezen a napon és tegnap is úgy elkezdtünk beszélni, elkezdtünk e felé lépéseket tenni és gyakorolni. Hogyan függ össze a tér, a hang és a tudat? Nézd meg, ha gondolkodsz, akkor nem hallod meg a hangot. Ha nem gondolkodsz, meghallod a hangot. Ezért a meditációnk egyik formája az a hangok felfogása. És minden pillanatban halld meg a hangot, és tapasztald meg, hogy mi az, ami hallja a hangot. Ha ez folyamatos, akkor a gondolatai szépen visszatérnek arra a helyre, ahonnan jöttek. De sosem folyamatos, ahogy azt halljuk. Sosem az, mert a karmánk eltérő erővel, de mindig valamilyen szokást a felszínre dob, és akkor nézed egy kicsit a saját tévéadásodat, és azt mondod, hogy ups, na ebből most elég volt, térjünk vissza a realitás talajára. És hogyha a tudatod nem tiszta, akkor körülötted a tér sem tiszta.
nem is érzékeled, hogy pontosan hol vannak a tér határai. Egyáltalán vannak-e? És hogyha letisztul a tudatod, letisztul a tér is, és meghallod a hangot is. Sőt, tiszta tudattal nagyon jó hangokat tudsz teremteni, amit a hallgatóság többségének igazán nem mindegy. Bármi eszközzel is, itt a megjelentek 60-70% a zenekeltéssel foglalkozik, és nem mindegy, hogy milyen térben, milyen tudattal, milyen zenét hozol létre, mert ezek a hangok a tudatokat módosítják. Nem úgy, mint más komoly tudatmódosító szerek, de azért egy jó koncert, egy jó buli, az komoly nyomot tud hagyni az emberben. És teret is formálnak. Tehát nézd meg egy teret, ahova betesznek egy hangforrást, és azon zene szól. Más a térélményed. És amikor igazán meghallasz valamit, akkor nem csak a gondolataid mennek el, hanem elmegy az éned is, ami így kiderül, hogy gondolatok, érzelmek és egyéb tudattartalmak fluxusából vagy folyamatából áll. Ez a folyamat annyira sűrű, hogy állandónak látszik. Mint ahogyha eléred a 24 képkocka per másodpercet, azt folyamatosnak látjuk. Pedig, mint tudjuk, a tudat is ugye kvantumokból áll össze. Gondolat, érzelem, múlt, jelen és jövő kvantumai adnak egy lineáris látszatot. És ebben a lineáris illúzió világban élünk, amit viszont sajnos komolyan kell venni. Nem is sajnos, hiszen tanít. De oda kell érni adott helyre, adott időben, meg kell csinálni határidőre dolgokat. Tehát van egy olyan teljesítmény, kényszer, amiben mindannyian élünk. A kérdés az, hogy hogyan használjuk fel az inkarnációnkat, milyen irányba visszük az életünket, és mihez kezdünk magunkkal ebben az életben. Az első és legfontosabb kérdés, hogy követed-e azokat a kondíciókat, amikbe beleneveltek téged, amiben beleszoktál, aminek ismered magad, vagy felmered tenni a kérdést, hogy mi ez? Mi ez a világ, amiben élünk? Milyen életet élünk? Mi vagyok én? Mi a személyiségem? Honnan jöttem? Mi vagyok és hová megyek? És az az érdekes, hogy pont az ilyen kérdéskör általában úgy elmarad. Tehát tanulunk mi sok mindent, ilyen hatalmas tankönyvlista van még jelenleg a nyomdákban, de aztán egyszer megérkezik az iskolákba is, és akkor a nebulók tanulni fognak egy csomó mindent, de ezt a kérdéskört nem nagyon szoktuk így közvetlen tapasztalat irányába feszegetni. Általában, főleg Európában osztjuk az észt, hogy 2000 éve már azt mondták, hogy, vagy 3000 éve azt mondták, hogy, és akkor tanuljál, majd választasz belőle valami szimpatikust, és az lesz a tied. Ez itt nem működik. Tehát találd meg a saját válaszodat, leginkább azért, mert amit keresel, az már a szíved legmélyén megvan. A lelked legmélyén ott van. És ez független a szavaktól. Független a gondolatoktól. Ezért a zen első alapelve az, hogy ne támaszkodj az írásokra. Nem azt jelenti, hogy ne olvasd el őket, olvassál szekérderéknyi könyv van a könyvtárban. De amikor gyakorolsz, ne az írásokra támaszkodva gyakorolj, mert akkor a gondolatok szintjén, a keletkezett, teremtett világ szintjén maradsz meg. A második ilyen alapelv az bizony közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Ez az a kérdésfeltevés, amit az előbb idéztem, hogy mi vagyok, mi ez, mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a bőrömmel, cselekszik. Beszél. Mi az? Nincs szimbólumréteg, nincs interpretáció. Közvetlenül felteszed a kérdést, és közvetlen tapasztalat a válasz. És ez a közvetlen tapasztalat a harmadik alapelv, megvilágosodás igazi önvalónk megtapasztalása által. Ezt azért kell ennyire szépen kimondani, mert rengeteg állatfaj létezik a Buddha állatkertjében, és nagyon sok megvilágosodás definíció van. Ezeket most nem sorolom fel. Csak azt mondom, hogy a zen az alapelvei szerint mit tart annak. És ez igazi önvalón közvetlen tapasztalása.
Tehát a negyedik az ennek az átadása. Ez a tudattól tudatig való közvetlen átadás, ami nem függ különböző ceremóniáktól, ruházmányoktól és egyebektől, egyedül attól függ, hogy teljesen kinyílt-e a tudatod, vagy legalább annyira, mint a tanítódé. És ekkor a két tudat egyé válik, és ez a közvetlen kapcsolat az, ami az átadás. Valójában nem adnak át semmit. Ez a kapcsolat, ez az egyé válás, az átadás maga. A forma szintjén természetesen a mestertől megkapod a tanítási stílusát, esetleg ilyen szép kalligráfiákat, meg egyebek. Ez a forma szintű átadás. De a lényegi, az a tudattól tudatig való közvetlen kapcsolat. És ha ez megvan, ez a négy, akkor van zen. Ha nem, akkor valami egyéb buddhista válfaj. Alhagyomány, verzió, vagy szubverzió. Ezt szerettem volna elmondani azért, hogy lásd a tér, a hang és a tudat közti összefüggést, és azt, hogy a zenben a tudatot minek tartjuk, hogy keressük, hogy találjuk meg, hogy adjuk át, és a többi. És most, hogyha van kérdésetek, akkor arra nagyon szívesen megkísérlem a választ. Igen. Kérdés a következő lenne, tisztelet teljesen, hogyan viszonyul a zen tanítása a vonzás törvényéhez, és magához a vonzáshoz? Mit szeretnél? Mit szeretnék? Jelenleg vagy általánosságban? Hát amiért a vonzás törvényről kérdezel? Annak oka van. Tehát szeretnél valamit, mi az? Maga a tanítás része érdeke, hogy a zen hogyan viszonyul? Soha nem kérdezzük a tanítást csak azért, mert a tanítást tudni akarjuk. Annak van valami nagyon praktikus oka. Mi az? Mert úgy működik a vonzás törvény, tudod? Mi kell? Pénz, nő, hatalom, három együtt, mondjad. Elég a tudás. Jó kaja, tudás. Mire? Mire akarod használni? Önismeret. Aja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 j
Miért akarod megismerni önmagad? Mondjad, mire jó az? Nem vagy úgy jó, ahogy vagy? Tudni akarom, hogy hova tartok, és miért jöttem ide. Miért kerültem ide. Oké. Ehhez miért kell a vonzástörvény? Itt úgy tűnik, hogy nem vonzásról lenne szó, hanem mondjuk irányvállásról. Egyfajta szellemi GPS koordinátáról. Nem? Alapesetben, de hogyha megvan az út, akkor lehet kérni külső segítséget is hozzá, nem? Hogy hamarabb elérjük azt a célt, ami miatt itt vagyunk. Ha megvan az út, akkor már ne kérje segítséget, az már csak ront a dolgon. Ez az egyik. De engedelmeddel. A kezdeti kérdéshez képest te gyöngéden megváltoztattad ennek a fókuszát. Rendkívüli diszkréció, valamit mi tiszteletben tartunk. De mindig a primér, az elsődleges a jó. Tehát a vonzás törvényei. Na most elárulom, hogy az ellentétek vonzák egymást. Ez szörnyű, de ez így működik ebben a világban. Az ellentétek vonzák egymást, a polaritások. És ez úgy működik, hogy amikor ezek az ellentétek kellő közelségbe értek egymáshoz, akkor találkoznak. Na, ezek után a találkozásnak alapvetően három fajtája van. Az első a legritkább a semleges. Tehát így átmennek egymáson, egymásban, és semmi nem történik. Na, ilyen így a keletkezett világban nincs. Az elméleti lehetőséget fönn kell tartani. A második az a vágytípusú találkozás, amikor az ellentétek megsokszorozzák önmagukat. Általában a nemzetszaporítás így működik. Tehát a vágyalapú találkozások, azok a résztvevőket megnövelik, általában mennyiségileg, de nem javítják minőségileg. A harmadik típusú, az pedig a dű, vagy a harag. Ekkor az ellentétek kioltják egymást. Vagy nagyon komolyan csökkentik egymás mennyiségét, ezek a háborúk. Vagy a családon belüli erőszak. Tehát az ellentétek minősége dönti el,
hogy milyen típusú találkozást hoz létre. Ezért kellene tudnod, nem nekem, neked, hogy mit akarsz. Mert amit akarsz, és ahogy akarod, az fogja definiálni azt, hogy végül is te hogy állsz hozzá ez az egészhez. Amit bevonzol, vagy akit bevonzol, az már egy külön történet. De miért tanítjuk ezt a tiszta mozdulatlan tudatot? Azért, hogy lásd meg, hogy mi az, ami közeledik feléd a vonzás törvényei szerint. Mert fejünkön egy nagy koppanás, és aztán bevonzottuk, és el is pusztultunk tőle. Tehát ez biztos, hogy nem jó. Köszönöm. Szívesen. Beszélgettünk az energiákról, és miért van az, hogy két ember találkozik, és rögtön összekapcsolódnak az energiák, majd egyszer történik valami, és ez az energia kialszik, és akármit tesz meg az ember, nem tudja visszahozni. Ha csak energiáról beszélünk, ebben az esetben az kevés. Ugyanis van valami, ami egyfelől energia, másfelől információ. És ez a valami találkozik, ezt hívjuk tudatnak, vagy léleknek. Tehát nem csak az energia találkozik. Tehát itt nem ilyen hatalmas olajtartálykocsik barátkoznak a külső vágányokon. Hanem itt információ is van. Tehát ha te eldöntöd egy másik ember, hogy én téged szeretlek ezért, meg ezért, meg ezért, meg ezért, akkor ezek az energiák, hogyha kölcsönös, akkor szépen harmonikusan találkoznak, és mindenki boldog, mert megsokszorozva, boldogítva, biztonságban érez, stb. Tehát így élnek együtt. Aztán valami fordul, és az információ ugyanannak az energiának megváltozik, és azt mondja, én nem szeretlek téged ezért, meg ezért, meg ezért, meg ezért, meg ezért. A legdöbbenetesebb az, hogy a két sor, hogy miért nem szeretem, és miért szeretem, az tökéletesen megegyezhet. Tehát ez egy látszólag intellektuális döntés, mert szavakba foglalható és látszólag logikus, de egyébként nem az. Tehát ha az energiának megváltoztatod az információ tartalmát, magyarul te másképp gondolkodsz egy emberről, mert egy más nézőpontot vettél föl, ugyanazt az embert szimultán lehet szeretni, gyűlölni, támogatni, akadályozni, mindent. Te döntesz, és ez a tudatban egy döntés, hogy a te energiád mit csinál. És legtöbbször az ember a tehetetlenség állapotában van, mert a saját ítéletalkotó tudata, emlékezései, stb. Ezek determinálják, hogy a lelke mit tegyen, hogy az energiájával ugye mi legyen. És nem látja a tudata, abszolút nincs tisztán látása ebben a pillanatban, hogy belül mi van. Ezért kéne valahol leülni, és a látást befele fordítani, hogy lásd, hogy hogyan működsz. És hogyha nem úgy működsz, ahogy kell, akkor nagyon szép kis zen szerelő ládával, hogy átállítunk bizonyos csavarokat, ezt mind te magad csinálod, és a kezedbe adjuk a szentséges csavarhúzót. És akkor nem muszáj úgy működni, ahogy előbb. Tehát meglátod az élet feltételhez kötött volt, tehát uram, bocsán, megváltoztatod azt, ami a feltételeket megteremti. És azért másképp élsz, beleértve a viszonyaidat is. De ahhoz vissza kell térni abba az állapotba, ahol még nincs energia, nincs információ, nincs tudat. És ez a nincs tudat, vagy nem tudat, az ez a végtelen tér, végtelen idő, tiszta tükör pillanat. Nem mondtam, hogy könnyű. Csak azt mondtam, hogy lehetséges. Mondjad. De ez csak egy oldalról igaz? Tehát most én arról beszélek, hogy van egy 20 éves barátság, ami egyszer csak megszakadt, és hiába próbálja az ember ugyanazt érezni, nem érzi ugyanazt. Egyszerűen már nem. Miért szeretnéd ugyanazt érezni? Hát a 20 év alatt se volt ugyanaz végig. De egy nagyon-nagyon-nagyon jó barát volt, és egyszerűen most ugyanúgy segítjük egymást, megbeszélünk, meg tehát minden, de itt belül már nem ugyanaz. Más irányba mentek. Tehát ha a lélek más irányt vesz föl, akkor az, aki 20 évig vele párhuzamosan ment, vagy egy irányba, az hirtelen ilyen széttartó sávon látszik mozogni, és bye-bye.
és át lehet telefonálni a távolságot, de áthidalni már nem. És ezt is természetesen kell elfogadni, mert ahogy te irányt váltottál, melléd szegődik olyan lélekcsoport, akik pontosan ugyanabba az irányba mennek, mint te, és ott új barátság fog szövődni. És nem szabad azt hinni, hogy ez a régi visszahozható, mert nem hozható vissza. A tegnapi almáspitese hozható vissza, pedig milyen jó lenne. Jó? Tehát nem szabad ragaszkodni semmilyen állapothoz sem, de vissza kellene térni abba a forrásba, ahonnan ezt megteremtetted. És újra teremteni. Kell újra teremteni, vagy kell hagyni új barátság? Kell. Persze. Hát akkor teremtsed meg. Ez megvan. Csak nem értem, hogy... Akkor mi a hiánytünet? Hogy az, hogy ami egyszer jó volt, az miért nem lehet megint jó? Lelkem, elmondtam. Azért van, mert megváltozott az egésznek már az információ tartalma magyarul, az a spirituális irány, amit te fölvettél, az nem az, mint 2 éve, vagy akár 1 éve. Ha a barátnőd nem jön veled, akkor más irányba mentek. Tehát ezt nem lehet megváltoztatni, mert mindenki legjobb belátása szerint cselekszik. Te is, ő is. És ezt tiszteletben tartjuk. Kölcsönösen. Úgyhogy meghallunk egymás felett, és azt mondjuk, hogy köszönjük, és vagy együtt tovább, vagy pedig külön utakon. De az, hogy köszönjük szépen, az ott van. Ez a legfontosabb. Én azt szeretném kérdezni, hogy a rétegeket még neked is a mai napig le kell hántani folyamatosan, illetve újra termelődnek rétegek? Persze. Nehogy azt higgyük már, hogy ennek vége van. Tehát az egy folyamat? Igen. És kapsz a világból is jó adaggal, még a sajátodban is, ugye jégrétegeket szépen fúrjuk le a kontinentális talapzatig. De csökkennek a rétegek, vagy csak megtanuljuk jobban kezelni őket? Hogy szeretnéd, Dávid? Csökkenjenek, vagy nőjenek? Hát ne nőjenek semmiképp. Hát akkor ne növeld. Minden egyes metaréteg egy újabb gondolatsor, egy újabb azonosulás, egy újabb én vagyok. Mit szeretnél? Azért kérdeztem a kollégát. Vonzástörvény. Mit szeretnél? Na, az lesz. Jó? Mert azt csinálod, azt vonzod be. Mi történik a tudattal álomban, és hogy mennyire lehet nekik hinni? Hát álmodol. Tehát az történik, hogy álmodol, és ez nagyjából úgy megy, hogy van az 5 fizikai érzékszer, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, stb. Ez az 5. Van a gondolkodás, ez a 6. Van az ítéletalkotó, a 7. És van a tárháztudatod, a 8. Alvás közben az 1. 7 kikapcsolódik. És általában a 8. szoktunk kóborolni, attól függ persze, hogy mennyit töltött káposztát ettél előtte, mert hogyha sokat töltött káposzta, akkor a 8. az egyik házában, ha csak saláta volt, akkor a másikban, vagy ha semmi nem volt, akkor is egy másikban. Magyarul, hogy mennyire kémiailag befolyásolt az álom, mennyire hormonvezérelt, vagy emésztőnedv vezérelt az álom, ez azért nem mindegy. És legtöbbször a 8. tárház tudatban kóborol az ember éjszakánként 3-4-szer, és szépen emészgeti azt, amit napjában oda betett, nem csak előző nap, hanem még azelőtt, meg azelőtt, meg azelőtt, és akkor körülnéz a kis elintézetlen iratcsomói között, mit kell lepecsételni, mit kell papírkosárba dobni, mi az, ami megsemmisítendő, és akkor ez gyorsan ilyen kis slejfnikre szét. Tehát rendezzük azt az iratcsomót, amit nappali világosságnál éberen egyszerűen nem tudtunk, mert annyi volt a forgalom. Tehát a kikapcsolt 7 tudatos szinten annyi volt a forgalom, hogy egyszerűen nem lehetett rendet rakni. És akkor ügyfelek el, hivatalkapu becsuk, viszontlátásra mindenki, és te ott vagy bent a kis íróasztalod, és rendezgetsz, és nincs telefon, nincs főnök, az főleg nincs, és vendégsereg sincs, és ügyfél sincs, és senki. Tehát ez kb. Ezt hasonlít. És az álmaink nagy része az ilyen. Tehát rendet rakunk, és ezekre nem is nagyon szoktunk emlékezni. Viszont vannak azok az álmok, amik hát nem a testben vannak. Tehát akkor ki, és már a 8. sem köti meg. És
ez nem teória. Tehát ez lehet tapasztalat, mellékterméke az adott zen gyakorlatnak, ez nem szükségszerű. Tehát a zenben külön álomjóga az nincs. Miért? Ha ezt a pillanatot te teljesen, teljesen tisztán tartod, akkor mindegy, hogy a tudatod testben van, vagy testen kívül. Álmodik, vagy ébren van. Van tárgya, vagy nincs tárgya. Akkor is tiszta marad. Tehát külön álomjóga az nincs. Előbb-utóbb rájössz, megtanulod, ráérzel, hogy a tudatot hogy lehet kezelni akkor, amikor alszol, és ébren vagy. Ezért az eredeti tanítás mindig azt mondja, hogy ülve, állva, járva, fekve, beszélve, csöndben, éberen és az alvás állapotában, ez a 8, folyamatosan, megszakítás nélkül mi ez? Tehát ha nem veszíted el ezt a kérdést, nem veszíted el ezt a tiszta, tükörszerű tudatot, akkor mindegy, hogy milyen állapotban vagy, akkor is tiszta marad az önvalód. Na most egy picit visszatérve erre a kirándulás az univerzumban, innen szoktunk ilyen profétikus álmokkal visszatérni. És erre emlékszünk. Ez az, amit a tudatod az szépen a felszínre küld, és ezek ilyen nagyon-nagyon tiszta klipek. Tehát látszólag pár snit együtt, nem bonyolult, és rendkívül világos, de rendkívül mély szimbolikus értelmet tartalmaz. Ezek lehetnek visszatérő álmok, egyszeri álmok. Ezekre nagyon oda kell figyelni. És éber állapotban megint átrostálni őket, fogod és megnézed, és kibontod. Tehát vannak olyan 3D-s tervező programok, hogy az egészet látod, és így szépen forgatod, és amikor megvan tervez, az egész összemegy két dimenzióba, alaplap, és utána irány a nyomda. Jó? Tehát ez egy ilyen meditáció is lehet, hogy ugyanaz a kérdés, hogy mi ez, és az álom fogja, és szépen kockánként feltárja, hogy mit jelent. Nem tudatos, analitikus gondolkodásról van szó. Hangsúlyozom. Tehát, hogy valójában mit jelent az álmod, enged, hogy az álmod elmondja. Tehát rákérdezni, hogy mi ez. Pontosan. És megtartani a tudat fókuszában az álmot, és egész addig a klipet nézni, amíg a mi ez kérdésre fel nem tárul a mélysége, meg nem nyílik, és a karmáddal, az éber, tudatos karmáddal valahol kapcsolatot nem talál. És általában annyira sűrű, és annyira összetett, de mégis egyszerűen nézhető, egyszerűen elsajátítható dolog, hogy nem, hogy egy vagy két kapcsolat, hanem ilyen tengernyi kapcsolat van, és ezt kellő szintességgel és kellő nyitottsággal engedni kell kiépülni. Tehát az a fontos, hogy ez a pillanat, ez mindig legyen meg álomban és éberen. És ehhez például az ilyesféle álmok értelmezése, vagy éppen meglátása inkább, az nagyon fontos. Tehát ilyesféle jelzések akkor jönnek a tudatból, és a tudatnak, amikor valamire nagyon oda kell figyelni. Keresztúthoz érkeztél, válaszúthoz érkeztél, komoly döntéshelyzet előtt állsz. És akkor azért szerencsés ezekre emlékezni, és komolyan venni őket, mert az álom ilyesféle állapotában, amikor ez nem testfüggő, mert nem abban vagy benne, nem létezik a lineáris idő. Az okozatiság az létezik, de a linearitás kényszerétől, ami ehhez a testhez köthető, megszabadulunk. Tudod? És utána visszajövünk egy olyan intuitív élménnyel, hogy valami olyasmit éreztünk, álmodtunk, tudtunk meg, ami sokkal gyökeresebb és sokkal több, mint az a puszta kontinuitás, amiben élünk. Világos, mert hát nem abból jött, és nem onnan keletkezett, hanem valami sokkal magasabb forrásból. Tehát azt szeretném így az álomfejezet végére mondani, hogy jegyezzük meg és értsük meg, hogy azért éljük meg a 24 órás nappal és éjszaka körforgást, mert ebben a testben vagyunk. És ez a test éli meg a lineáris időt úgy, ahogy megéli, illetve a 3 térdimenziót. Amikor nem ebben a testben vagy, akkor ez nem így működik. Tehát a világ relatív. És ezt a relativitást, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert ha bármelyik szegletnek te abszolút értéket tulajdonítasz,
akkor beáll a téves nézet. Egyrészt akkor Archimédész ki tudja mozdítani a világot, mert adtál neki egy stabil abszolút pontot, ez azóta nem sikerült. De szellemileg az abszolutizmust azt nagyon sokan a tévedhetetlenséggel, az ortodoxiával és egyebekkel azonosítják, és akkor súlyos torzulatok állnak be. Jó? Tehát ez egy folyamány ennek az egész relativitásnak, de az álomértelmezésben nagyon segít, hogyha azt mondod, hogy na akkor mi ez? És most mi a dolgom ezzel? Jó? És az segít, hogyha álomban tudjuk, hogy álmodunk? Igen, csak akkor ne szakítsd meg, mert általában föl szoktunk ébredni. Tehát ez egy nagyon haladott állapot, amikor úgy tudsz álmodni, hogy tudod, hogy álmodsz, és mégis benne maradsz. Benne kell maradni egész addig, amíg tart a mozi. És még akkor se kimenekülni, hogyha nagyon rossz a mozi. Hát egyrészt álom, jó? Tehát túl nagy baj, nem lehet. Az a baj, hogyha filmszakadás van. Tehát akkor, amikor vége az álomnak, akkor teljesen természetesen megváltozik a szín, megváltozik az álomban a térérzeted, és akkor visszatérsz a testbe, vagy tudatosan, vagy tudattalan úgy, hogy filmszakadás és fölébredsz, vagy pedig a film átmegy a test fizikai érzetébe, ami hát nem a legkellemesebb dolog, de hát meg kell azt is élni néha. És a test az teljesen hideg és mozdulatlan és halott, amikor visszatérsz bele. És ez egy nagyon kemény tapasztalat, de hát meg kell valahol azt élni, hogy nem a test vagy, hanem használod, mint sofőr az autót. Jó? Köszönöm. Szívesen. Csak az alvással kapcsolatban a alvási paralízis, nem tudom, nekem volt párszor ilyen, ugye, hogy álomból felkelve a tudat az éber, de a test az ugye nem mozdul. Milyen paralízisnek mondtad ezt? Alvási paralízis. Alvási paralízis? Ez egy orvosi szakszó? Elvileg igen. Jó, ez egyébként nagyon adekvátnak tűnik, és kérdeztem azért, hogy ugye már használják el. Ez lélegzéssel és az energiád irányításával ez orvosolható. Tehát konkrét tapasztalat az, hogy felébredsz a testben, miután visszatértél bele, hogyha nagyon éber volt az álom, akkor tudatos a visszatérés, ha pedig kicsit volt éber, akkor rögtön a visszatérés után felébredsz, úgyhogy a test még nem kapcsolódott össze a lélekkel. Te tudatos vagy, és nem tudsz megmozdulni. És ez el fog múlni. Csak el kell kezdened tudatosan lélegezni, mert a lélegzet kapcsolja össze a karmatestet és a mentáltestet. Ez általában úgy múlt el, hogy visszaaludtam. Hát igen, adtál magadnak időt. De ezt végig lehet tudatosan is csinálni, ami nem piskóta gyakorlat, mert egyszerűen hát a szempilládat nem tudod kinyitni, mert olyan elképesztően ólom nehéz. De ha már ez megvan, akkor maradj ébren. És figyeld azt meg, ahogy a lélegzetedet a test különböző pontjaira összpontosítod, és elárad az energia, és felmelegíti a testedet. Nélkülözhető ez a gyakorlat, de hogyha megadod magadnak ezt a lehetőséget, soha többet nem fogod összetéveszteni magadat ezzel a húsvértákolmánnyal. Rendben, köszönöm. Szívesen. Az ember mondjuk gyerekkora óta minden egyes lépés egyetlen úthoz vezeti el. Iskola. Nem. Minden egyes lépése, amit tesz az életbe, elvezeti valahová, ahol úgy érzi, hogy megtalálta azt az utat, ahol neki lennie kell, amit járnia kell, de mégis felteszi magának a kérdés, hogy biztos, hogy helyes úton járok, akkor most biztos, hogy helyes úton járok. Igen. Engem kérdezel? Miért? Nem, így hát akartam megkérdezni, hanem hogy... hogy honnan tudom, hogy a helyes úton járok. És honnan tudod, hogy a helytelenen jársz? De most... hát most nem tudhatom. Miért? Tehát most az van, hogy... hát nem tudhatom. Dehogy nem. Hát azért van itt kontrollcsoport.
Hát miről honnan tudod, hogy a helytelenen jársz? Hogy neki mész valaminek, vagy nem arra mész, vagy ráz, vagy árokba fordultál, vagy jönnek szembe. Tehát, érted? Tehát ha úgy minden oké, okay, akkor a helyes úton jársz. Érted? Tehát irányvétel, meg az, hogy ugye mit, merre és hogyan. Ne bonyolítsd túl az életet. Ez most erről szól, Moncsi. És nem arról, hogy most teoretice elmondom neked a tutit. Szeretnéd? Nem fogom megtenni. Csúnya rossz macs. Nem fogja megcsinálni. Azért, mert pillanatról pillanatra éberen éld azt át, hogy az az irány, amerre mész, azokkal, akikkel mész, az a működés, az a cselekvés, ami éppen a tiéd, hogy az helyes, és ez a legmélyebb meggyőződésed a tiszta okozatiság látása alapján. Tehát látod, hogy mi a következmény annak, amit csinálsz, és látál, Moncsi, hogy ez jó. Hát akkor folytatja. Ezt akarja, látja, folytatja. És akkor nem kell róla külön filozófiai rendszert gyártani. Miért? Mert a filozófiai rendszerek lassúak. Tehát mész az utcán, és egyszer csak így elfog valami nagyon nehéz érzés, és le kell ülni egy kis asztalhoz, megrendelni egy dupla eszpresszót és egy tiramisút. És ekkor elkezdesz gondolkodni, hogy a helyes úton megyek én? A helyes úton megyek én? És utána elfogyott a tiramisú, rendelni kell egy E80-as tortát, Elemér bácsi Augusta 80. születésnapjára, és utána pedig egy kapucsinót. És folytatjuk, hogy helyes úton megyek én? És egészen addig, amíg nem veszed észre, hogy mindeközben te ültél, addig nincs haladás. És ezt úgy lehet kicsikét visszafordítani az el, hogy mindaddig, amíg gondolkodsz az útról, addig nem jársz rajta. Durva, mi? De ez van. Tehát elveszünk a metaszférákban. A másodlagos, harmadlagos, negyedleges, ennedleges metaszférákban és érzékelésekben, és gondolatokban, és reakciókban a négyzeten. És nem vagyunk ott a forrásban, a pillanatban, a primér érzékelésben, hogy mit látsz, mit hallasz, mit szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, itt, most, mit csinálsz. És nem az erről való állandó gondolkodás. Tehát a gondolkodással a látást nem lehet helyettesíteni. Tehát lásd meg ebben a pillanatban, hogy mi ez az elsődleges, ami ugye mi vagyunk, és amit csinálunk. És pontosan ettől a metarétegek alatti eltemetéstől és eltemettetéstől szenvedünk ilyen borzasztóan. Mert mindig valaki megmondja, hogy mi az igaz és mi a hamis, mi kell és mi nem kell, és így rendszerkényszer van. És mindenki ebben a gondolat ugye kényszerben él, hogy ezt muszáj megmagyarázni, ezt muszáj tovább gondolni. Lehet, hogy csak meg kéne látni az ok és okozati következményeket. Csak ennyi kéne. És nem szétgondolkodni magunkat, meg szétgondolkodni az életünket, szétmagyarázni a világunkat. Mert általában ezek a gondolatok, magyarázatok tele vannak énnel, jóval és rosszal, hogy ezt akarom, ezt nem akarom, ez szép, ez csúnya, stb. Stb. Ezzel magyarázzuk a világot a helyet, hogy meglátnánk, hogy valójában milyen. És ez magunkra ugyanígy igaz. Megpróbáljuk interpretálni magunkat, és egy képet mutatni, és prezentálni magunkat, hogy én ilyen vagyok, én ez vagyok, én az vagyok, én ezt tudom. Ez nem te vagy. Ez az, amit állítasz magadról. Tehát magunk legyünk így ilyen szinten, ez nem a magányosság, ez az önmagunk, igazi önmagunkról szól. És akkor vagy benne, ebben a pillanatban 100%-osan. Akkor vagy kreatív, akkor vagy elsődleges, és ekkor tudsz igazából élni. Ez nem az a bulizós, ezzel a hajamat élés, azt is lehet, de nem erről szól. Ez ennél sokkal több. Most nekem az lenne a kérdésem, ugye a tegnapihoz kicsit hozzáfűzve, hogy ha már itt most az álomról volt szó, hogy mikor a zenék születnek, és mikor van az az állapot, hogy az ember kikapcsol, és úgy az én kép nincs jelen, hogy ez tulajdonképpen valójában azt jelölné, hogy az én kép nincs a helyén, vagy pedig ez az álom, amit mondtál, ez az álomnak a szintjeinél, valahol följebb, tehát egy ilyen
tovább lépés, úgymond azon, és azért nem tudom belevinni az én gépet. Már most csak ezt azért kérdezem, mert hogyha lehetséges lenne valamilyen formában az, hogy ha abban az állapotban egyfajta tudatosságra ébredjen az ember, akkor egyáltalán ez lehetséges lenne? Tudod, hogy nem értem, hogy mit kérdezel. A zenét azt megértettem, meg az alkotást, de hogy utána most mibe menjünk bele, mit tartsunk meg, egyebek, ez egy kicsit nekem bonyolult volt. Szóval az lenne a lényeg, hogy ahol és amikor születik a zene, abban az állapotban nincs jelen az én. Itt álljunk meg. Ez nagyon jó. Csak erről nem tudok. Ezért nem jó. Ne is akar tudni, és akkor jó lesz. Már csak azért akarnék róla tudni, és azért a kérdésem arra irányult volna, hogy esetlegesen, úgy mint az álomnál, mint az álom, tehát amikor álmodik az ember, és az álmában tudja, hogy álmodik, hogy itt ebben az esetben nem lehetne valamilyen, vagy hogy az, hogy lehetne. Itt állítsd meg, mert be kell fejezni a mondatot ahhoz, hogy értelme legyen. Igen, igen. Nagyon jó. Tehát az van, hogy lásd, de ne tudd. Ha tudod, akkor már intellektuálisan reflektáltál rá, hogy én tudom. Tehát ez akkor ez ilyen, stb. Csak lásd. Ez a Buddha természet. Tehát csak lásd. Tehát látod, hogy a fa fehér, de belül nem mondod, hogy ó, falacska, de fehér vagy. Tehát ezt így nem szoktuk. Ha szoktuk, akkor ugye ez folyamatossá válik, és akkor Fifike! Hát de drága vagy, gyere ide gazdihoz! Na, tudod, tehát nem tudni kell, látni kell. Tehát amikor az ember az alkotás szentséges kreativitásában létezik, akkor egy olyan egyé vált, de mégis funkcionáló, működő tudattal van dolga, ami az ős eredetivel van tökéletes egységben, és ezért imádunk alkotni. Tehát az eredeti tudatunk tényleg a lényeget kihozza magából, működik, az összes meghajtóját meghajtja, de ha elkezdesz reflektálni rá tudatosan, akkor ez elvész. Már az első szó, hogy hú, de jó, már akkor kizuhantál belőle. Elkezded tudni és minősíteni, megölted. Tudod? Tehát ne minősítsd. Ne tudd. De lásd, és válj vele egy, és tartsd meg ezt az egységet. Akár alkotás van, akár alkotás szünet van. Ezért tanítjuk azt, hogy a tudat az mindig ugyanaz, ha van tárgya, ha nincs. Ez a kreatív energia, ez ugyanaz, ha alkot, ha nem alkot. És azért kell a tudatot stabilizálni, és tisztítani, és énteleníteni, és stb. Stb. Hogy ez a folyamat, ez akadálytalan legyen, az alkotásból a nem alkotásba való átmenet. A nem alkotásból az alkotásba való átmenet. Tehát tudod, hogy művészek nagyon komoly kémiát tolnak magukba különböző módon, hogy az ihletettség ugye megjöjjön. Olyan elképesztő pusztítást tudnak végezni csak azért, hogy alkossanak és teremtsenek, mert érzik, hogy valami felesleges, valamit le kell kaparni. Valamit háttérbe kell szorítani. És nagyon-nagyon komoly áldozatokra képesek, és bele is tudnak pusztulni az ihletettség megkapásának az útjába. Tehát, hogy ne ilyen módon, hanem még ennél eredetibben, és lehetőleg a pusztuláson és a teremtésen fölülemelkedve alkossunk. Nagyon nehéz. De ez egy ilyen beépített szivatás lenne, hogy egyik részről éveken át tartó kutatás, szenvedés, mire az ember eljut egy ilyen helyre, tapasztal dolgokat, fejlődik, azaz, hogy lebontja a rétegeket, és visszafele fejlődik. Másik részről meg ott van az, hogy semmi szükség erre az egészre, mert adott pillanatban ez az egész időben nem mérhető sebességgel tűnik el. Az összes réteg egyszer. Megválaszolnám az első felét a kérdésednek. Nem csak, hogy beépített szivatás, hanem ezt te építetted be magadnak. Tehát miért van az, hogy különböző röppályákon mozdulnak itt az emberek, és van, aki megtalálja, és 6 éve itt van aki megtalálja, 10 éve van itt, van, aki megtalálja, 2 napja van itt. Tehát az, hogy te milyen akadályokat építsz be az életedbe, az teljesen a te dolgod, és előbb-utóbb rájössz, hogy
Hát ezt is én csináltam. Tehát nem az, hogy csak a szépre emlékezem, és csak a jó köthető hozzám. Minden, ami az életemben történik, az az én szabad akaratomnak, és ugye a korábbi karmámnak az elegye. Tehát ezért kellene a karmát és a darmát, a szabad akaratot és a sorsot, az utat, illetve okot és okozatot, azt egyként látni, mint egy éremnek a két oldalát. És ha így nézed, akkor már nem szakad szét a világ arra, hogy ezt lehet, ezt meg nem lehet. Mit akarsz? Mire vagy képes? Mi az, amit magadba építettél? Mi az, ami akadály? Mi az, ami segítség? Ezt mind mi hoztuk létre, kérem. És hogyha e fölé jutsz, hogyha meg tudod ezt az állandó, le-föl, ezeket meg tudod haladni, akkor gyakorlatilag minden lehetséges. Na most az, ami eltűnik, az azért tűnik el, mert megjelent. Nem jelenik meg, nem tűnik el. Tehát, ha azt akarod, hogy megmaradjon, akkor abba energiát kell fektetni, és intelligenciát. Tehát kellő tudattal, kellő erőfeszítéssel az adott állapot újra termelhető, nem tartható meg a maga változatlan minőségében, mert semmi sem statikus, azért, mert semmi sem elszigetelt, mert minden kölcsönösen függ a környezetétől és a ráható erőktől, stb. Tehát nem tudod önmagában ugyanolyannak, változtathatatlannak megtartani, de folyamatosan újra tudod termelni. És ez nem csak az ihletettségre jó, az emberi kapcsolatokra is jó. Tehát nem tudod a párkapcsolatot ugyanolyannak megtartani, mint a mézes hetekben, ugye? Nem is lehet. De újra tudod termelni. Például rendszeresen egy-egy csokor virággal az adott napon. Tehát ilyenek. Köszönöm. Szívesen. Hogyha valamit gondolati síkon nagyon szeretnék, és aztán az fizikálisan megjelenik, az a ragaszkodás egyik végterméke? Nem szükségszerűen. Az a kérdés, hogy el tudod-e engedni, amikor el kell engedni. Tehát ha te gondolati síkon bevonzottál valamit, és az megjelent... De én azt nagyon-nagyon akartam, és aztán megjelent. Tehát, hogy nem, hát örülj neki! Nem bevonzottam, én ezt megteremtettem. Az még jobb. És a kettő közt van különbség? Jó, tehát akkor tovább lépve. Ott van, hát örülj neki, és nézd meg, hogy azt hogyan lehet megtartani. Mert megtartható, csak hogyan. Tehát nem kell, jaj, mert azt mondták, hogy el kell engedni. Nem, tehát amikor ideje van, azt is ugye elengedjük, de amíg az ott működik és szükséges, aki vagy ami, azt ugye tartsuk meg. És ennek a megtartásnak a szintén körfolyamatát azt fel kell ismerni. Néha túros csusza, néha mákos rétes, néha egy kis jó zöldséges bableves. Tehát mindig valami más, de nagyjából ugyanaz. Jó? Nagyon szívesen. Engem a gyásznak, mint érzésnek a jelentősége, vagy pedig mint élménynek a integrálhatósága a mindennapi életben érdekel, hogy ez az érzés igazából mivé kell, hogy átalakuljon, vagy hogy dolgozható fel valakinek, valaki közelének a elvesztése. Nagyon komoly, nagyon jó kérdés. A gyász az, nézzünk szembe, elsősorban a saját veszteségünknek a síralma. És ezt meg kell élni, és ezzel szembe kell nézni. És nem eltakarni valamivel, ami jelenleg ilyen szokás, hogy valamivel eltakarjuk, és nem merünk gyászolni, és nem merjük engedni, hogy fájjon. Mert annyira hozzá vagyunk szokva a fájdalomcsillapítókhoz, hogy hirtelen valamit beveszünk, akár kémiailag, akár tudatilag, akár mindkettő, hogy ne fájjon, nem akarok vele szembenézni. Tehát kölcsönösen függünk egymástól nagyon komoly érzelmi, fizikai, gondolati szálakon, és ezek az emberi kapcsolataink, és az emberi élet egyik legnagyobb paradoxona, hogy amennyire függünk ezektől a kapcsolatoktól, ezek annyira sérülékenyek és annyira múlandóak. És szembe kell néznünk azzal, hogy amikor ezek elmúlnak, akkor az úgy tud fájni, mint hogyha a szívünkből szakítottak volna egy hatalmas darabot le. És ezt meg kell tudnunk élni. És ezzel szembe kell nézni, hogy ez most így történt,
Mert hogyha nem nézek vele szembe, akkor nem tudom regisztrálni, hogy valami elmúlt. Nem azért ne csillapítsuk ezt, mert annyira tökös gyerekek vagyunk, és akkor mi zen gyakorlók meg egyebek, nem ezért. Nem azért, mert a dolgok természetes működési rendje az az, hogy amikor elvesztünk valakit, akkor elsősorban ezt a vesztességet, ami a szívünkből kitépett hús, azt siratjuk. És csak itt tudsz rájönni, hogy valami elmúlt. Ha nem, akkor ez le van tompítva. És ha rájössz, hogy elmúlt, rájössz, hogy visszavonhatatlanul vége, akkor tudod megköszönni neki azt, amit kaptál tőle, és amit adhattál neki. Akkor tudod útjára bocsátani, és akkor tudod a mentális energiáddal segíteni őt a következő születése felé. Tehát a vesztesség tudata és égő fájdalma átalakul egy együttérző cselekvéssé, ami tudatilag segíti az eltávozottat az útján. És az a szomorúság, ami igazából embert megbénítja, én azt úgy látom, hogy az egyáltalán nem használ, az nem egy aktív valami, amivel igazából én tovább tudok menni, hanem egy ilyen padhelyzet. Padhelyzet, ezt hívom maradvány karmának, egyfajta árnyékérzelem, ami hát a fájdalomnak így a kisugárzása. És ennek is megvan a maga ideje. De hogyha nem teszünk valamit a szomorúság feloldásáért akkor, amikor ennek a természetes ideje már lejárt, akkor ez átmehet depresszióba. És akkor ez egy negatív spirál, egy érzelmi fekete lyuk, ami megeszik mindent, még aktív élő kapcsolatokat is fel tud zabálni. Tehát ahogy mondtam, megvan a fájdalom ideje, megvan az elengedés ideje, az útrabocsátás ideje, és az, hogy szomorúak is vagyunk. De ha már csak magunkért vagyunk szomorúak, vagy belefeledkezünk a szomorúságba, vagy nem tudod ezt az energiát feldolgozni és megváltoztatni, és már végképp nem ér el a másikhoz a szabad belül, a lelkednek a szava, akkor ez már egy kicsit öncélúvá is válik, mert valljuk be, egy krónikusan szomorú ember, aki segítségre szorul, az figyelemfelkeltő legalábbis a családtagjai vagy a barátai körében. És ezzel figyelmet lehet kapni, szeretetet lehet kapni, és ez már akkor egy teljesen más dinamika. És ez már akkor rég nem az eltávozottról szól, hanem egy olyan érzelemről, amiből már nem is tudom, hogy akarunk kikerülni, majd csak lesz valahogy. Azért kell az elején meglátni magunkban, hogy valaminek végérvényesen vége, hogy aztán a ráadott reakcióknak is végérvényesen vége lehessen. És hogyha az elején nem veszük tudomásra, akkor ez mint a rákot belül szaporodik, és terjeng, és vége láthatatlanul megeszi az érzelemvilágodat. És honnan tudjuk, hogy hol van az átmenet, amikor már igazából ezt a karmát úgymond leéltük, ezt a közösset, és hol van az a határ, amikor csak egy simán az a fájdalom, szomorúság, mint önmaga maradt meg, ami igazából úgy, ahogy mondott, tovább kell lépni, valamit kell tenni érte. Hol vannak ezek a belső dolgok? Egyrészt a régi kultúrákban ennek határnapjai voltak, 49 nap, 100 nap, egy éves évforduló, és utána egy évenkénti megemlékezés, amelyek azért voltak fontosak, mert megvolt a napja annak, amikor te ismét szomorú lettél attól, hogy az őseid, vagy a társad, házastárs, vagy esetleg netán a gyerek eltávozott. De a két időpont között aztán neked élned kellett az életedet. Tehát maradt tér a kultúrában, és maradt idő a kultúrában arra, hogy ezt újraéld. Akkor tudod igazából megérezni, hogy ez az egész kiüresedett, amikor már egyedül maradtál benne. Tehát amíg a másik ott van, amíg az eltávozott jelenléte ott van, amíg megmarad ez a, hát sajnos már posztumusz intimitás, addig van kihez szólni, van kivel ezt megosztani, hiszen ott él az emléke veled. És ez az emlék lassan távolodik, ahogy az idő telik. És amikor egyedül maradtál ebben az érzésben, amikor már üresen jár az egész, amikor már szárazon fut a malom, akkor le kell állítani. És akkor azt kell mondani, hogy most vége. Köszönöm. Szívesen. Na, én így a félelemre vagyok így kíváncsi, hogy az hogy honnan ered is, miért általában, hogy mi annak ugye az oka ezt.
Hát... Tudom, hogy ez bennünk rejlik, de hogy mégis van, és ez hogy általában. Na most röviden kicsit profánul azt mondanám, hogyha nem vagyunk elemünkben, akkor félünk, mert fél elemünkben vagyunk. És ez az elemünk, hogy elemedben vagy, és akkor hogy megy, és akkor az nagyon. De az elemünkben vagyunk, ez az a kicsit primér és kreatív és egyévált és gondtalan, de esetleg gondolatokkal teli állapot. Amiről ha lecsúszunk, az olyan, mint a szörfös vagy előre bukik a hullámból, vagy pedig hátra csúszik a hullámtarajon, de gyakorlatilag már nincs ott szinkronban a tengerrel. És vagy így, vagy úgy, de előbb-utóbb a homokot fogja zabálni lent a bukott térben. És amikor a félelem megjelenik, az egyrészt a pillanat elvesztése. Tehát érzed, hogy le fogsz csúszni róla. Érzed, hogy valamilyen akadályt begyűjtöttél, valamihez elkezdtél ragaszkodni. És nem tudtad ott és akkor feloldani, tehát kell egy kis körpályát tenned, egy perc, egy óra, egy év, egy élet, mindegy, amíg visszajutsz ebbe az eredeti, tiszta állapotba, ami az akadálytól mentesség állapota. Tehát a szívszútrában nem túl sok pszichológia nincs, sajnos. De a helyzet az, hogy amikor azt mondja, hogy mivel akadálytól mentes a tudata, nincs benne félelem. Tehát azt magyarul úgy fordították, hogy rettenthetetlen. Ami egy szép szó, de ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs benne félelem. Ergo, hogyha a tudatodban van akadály, ami hamis identitás, bármiféle illúzióhoz való ragaszkodás, bármiféle tomboló vágy, vagy harag, vagy téves nézet, akkor ez akadály. És ekkor félsz. És nézd meg, általában a félelemnek van egy ragaszkodás, illetve vonzás taszítás oldala. És ez azért szörnyű, mert a félelem tárgyát ugyanúgy vonzod, mint a vágyadnak a tárgyát. Tehát amibe a tudatod energiát fektet, az valósul meg. Hát a horrorfilmek erre épülnek. Hogy elkerülheted, amitől a legjobban félsz. Azt fog megvalósulni, és vannak olyan emberek, akik ezt szeretik nézni, hogy a másikkal ez úgy megtörténik. De hát akkor vele is megtörténik. Hát ezt a mechanizmust építi be magába. Tehát ha meg tudod haladni, akkor nem lesz akadály a tudatban, ezért a félelemnek nem lesz tárgya, ezért a félelem eltűnik. Ahogy gyakorolsz, úgy a meditációdban szépen fel tudod oldani azokat a tudati akadályokat, amelyektől ugye, a félelmed előállt. És a legnagyobb mozdulat itt, az nem pusztán ez a formalitás, hanem amit a formában gyakorolhatsz, hogy megszűnsz rohanni, ne menekülj. A félelem az attól olyan erős, hogy elkezdesz menekülni. És hogy ne menekülj, fordulj szembe vele, és ne harcolj. Ha győzöl, akkor a győzelmed miatt ragaszkodsz a győzelmedhez. Ha vesztesz, akkor a veszteséged miatt ragaszkodsz a veszteségedhez. Ezek mind öngerjesztő körök. Tehát a látás által és a mozdulatlan tiszta tudat által a félelem tárgya egyszerűen eltűnik. És ehhez kell a legnagyobb hit, és kezd kicsivel. Valami apró kis piszlicsáré, teljesen ilyen kis hülyeségnek látszó mindennapi dolog, de az is a félelmek közé tartozik, kis félelemmel. Leülsz, és szembefordulsz ezzel a kicsi félelemmel, és így nézed, és egyszer csak nincs. Hova lett? Na, az mindegy, de eltűnt. Elment oda, ahonnan jött. Úgyhogy ezért nem menekülünk, abba hagyjuk a rohanást, megállunk és szembefordulunk, és addig nézzük, amíg el nem tűnik. És addig kérdezed, hogy mi ez, honnan jön, amíg a kérdés fényében fel nem oszlik. És ez mind lehetséges. És hogyha nem kezdesz el utána gondolni, reagálni rá, akkor nem is jön vissza. Köszönöm. Szívesen. Én kezdtem, akkor én zárnám a kört. Beszéltünk nagyon sokat az este során az álomvilágról, az álomképekről. Igen.
és beszéltünk arról is, hogy gyakorlatilag éjszaka próbálunk rendet tenni abban a könyvtárban, hogy az iratok között, ami napközben nem sikerült, uh-huh. a nagy forgalom miatt. Mitől függ, hogy egy álom, vagy mondjuk a rendezés során az álomkép, amely mondjuk visszatér, az pozitív vagy negatív tartalmú lesz, esetleg rémálom lesz? Attól függ, hogy mit sikerült elintézni. Tehát, hogyha el tudtad intézni, akkor az teljesen eltűnik. Ha nem, akkor az adott irat egy csomónak a tetejére megy. És attól függ, hogy mi van alatta. Tehát milyen minőségű elintézetlenségekhez csatlakozik az adott probléma. És hogyha beáll egy nagyon rossz gengbe, akkor az a geng, az bizony beolvasztja ezt az újabb problémát, és megjelenik egy ilyen kőkemény horrorfilmmel. Ha pedig csatlakozik a vágyvilághoz, akkor egy ilyen nagyon szép ilyen körtánc-szerű valami jelenik meg, újabb jelenetekkel, de teljesen semleges, vagy éppen kicsikét simogató a dolog. Tehát nem marad elszigetelten, ezt kell tudni, csatlakozik a korábbi élményekhez, és hogy pontosan mi dönti el, az ugye az első kérdésre is visszautal, a vonzás. Tehát mi az, ami ezt oda vonza? Mi az, amivel ezt társítod? Mi az, amivel rokonnak érzed? És ez megint csak nem tudatos döntés, mert az álomállapotban, hogy az első hét az ki van kapcsolva teljesen. És akkor egy újabb karmikus garádics következik be, egy újabb szint, és ez a visszatérő álmoknál igazán fontos. Melyik az az álom, amelyik állandóan visszatér, és rendületlenül legázol a bika? Akármennyit töltött káposztát ettél, akkor is ugyanaz a bika jön, vérben forgó szemekkel rád néz, és utána fogja, és így keresztül megy rajtad, és konfetti vagy. Na de az miért? Tehát általában ezek azok a dolgok, amik ugye egy kicsit úgy foglalkoztatják az embert, miután magát kaparva, izzadva fölébred, és akkor választ kéne kapni, hogy mi ez a bika, honnan jön, stb., és a legjobb, ha ezt te magad elintézed. Tehát lehet különböző terapokhoz, gurukhoz, pszichókhoz és egyebekhez járni, meg tanítókhoz, és mindenki tud segíteni, de az a legjobb, hogyha megtanítanak arra, hogy te ezt saját magad hogy láthatod meg, és hogy dolgozod föl. Minél kevesebb külső beleszólással. Ez a legjobb. És gyakorlatilag a saját karmád vonzás törvényei döntik el, hogy egy álom az elintézetnek tekintendő, vagy még tovább kell nézned, vagy csatlakozik egy adott genghez, egy csoporthoz, amivel együtt visszajön. Jó? Köszönöm. Szívesen. Úgyhogy, hölgyek és urak, köszönöm szépen a ma esti kitüntető figyelmet, a megjelenést, ugye? És ezen a jelenléten múlik minden. Úgyhogy remélem, ahogy a holnapi napon tovább folytatjuk ezt a jelenlétet, és tovább gördítjük az elvonulásunk dharma kerekét a felébredés irányába. Úgyhogy remélem, hogy továbbra is együtt tudunk gyakorolni, és újabb ilyen irányú erőfeszítéseket tehetünk. Köszönöm a figyelmet.